szüleim emlékének. A apám, mint a város polgármestere, nem áll a textilbolt kiposztására összeverődött nyilasok elé. Jobb kezében szolgálati posztolyát, baljában pénztárcáját tart, vagy vegyék el tőle az, de ne merjék feltörni a boltot, mert akkor lőni fog, mert neki kötelessége megvédeni a város munkára elvitt polgárainak tulajdonait. Elmenekültem volna a családi házból, hogy az elbeszélésekből ismert szebb időkre emlékeztessem magam. Amikor még tiszteletben állt a római jog a szakma előtt és az emberek között. Ha anyám nem hajol gyerekei fölé, hogy testével fogja föl a lövedék nyomán betört ablak szilánkjait, milyen sötét van itt, mondtam volna a betegágyához lépve a bukóablakos lakótelepi szobában. Ha apám a felháborodástól sápadta, nem indul a fosztogató katona után, hogy vigyen el minket, de adja vissza a babámat, 20 év múlva a lépcső fokain lefelé rohanva csak nem feldöntöttem volna a takarítónőt, aki vödörrel és felmosóruhával sietett volna hozzá. Ha anyám nem adott volna vért, hogy a pénzből cipőt vehessen öcsémnek, az ablakot is becsuktat kérdeztem volna tőle a levegőtlen szobában, amelyet kalodába zárt volna a szomszéd udvaron magasodó tűzfal. Ha apám fogságának idején váltömés varrásból nem tart el minket, ha 57 márciusában elfogadja az ávós kinyújtott kezét, és szépségét méltató bókjai hallatán önkéntelenül el is mosolyodik, mielőtt apámat lefüggönyözött ablakú popedájukba terelik, mint utolsó falatot az éhező megmarkoltam volna a folyót az utcánktól elválasztó korlátot, hogy átlendüljek rajta. De így, az irántuk érzett hála és szeretet súlya alatt, fehéren és pirosan ültem a világ mutatványos sátrának kakas ülőjén, és tekintetemet a vézna műlovarnőre szegeztem, akit az ostort pattogtató kegyetlen direktor, a ventilátorok, a zenekar és a közönség tapsviharának szüntelen zúgása közepette a porondó körbehajszol. Závoda Pál következik. Idegen testünk, kontextusából kiragadott kis részlet, játszódik 1940-ben, megjelent 2008-ban. A kis flam ingerülten legyintve lép ki hozzánk a teraszra, majd érdeklődésünkre nem titkolt büszkeséggel újságolja, hogy sikerült végre tető alá hozni a magyar sajtókamara székház vásárlását. Na de hát most már nem pátria vagytok? Kérdi valamelyikünk. Johanka készsége megvilágítja nekünk, hogy annak idején a pátria ugye a jól ismert állapotok ellensúlyozásául a keresztény magyar művészek klubjaként alakult meg, amely most már az Újságíró Egyesületé. Ennél sokkal jelentősebbé vált viszont a sajtókamara szerepe, melynek megszervezésére voltak éppen kötelezve is lettünk a 39. évi 4-es TC alapján, ha értjük, tehát magyarságvédelmi, azaz ön- és fajvédelmi alapon. Vagyis ezúttal az egész keresztény újságíró társadalom megbízásából történik a tagfelvétel, intéződnek a lapengedélyek, és így aztán egyre másra szűnik meg végre egy rakás, kamarán kívüli, nívótlan vagy baloldali lap, kalóz sajtótermék és egyéb liberális szemét. Na de hát, mi van azzal az irányzattal, kérdi Raposka Károly, amelyik politikamentességet hirdetett. Ugyan Károly, hát lelettek szavazva, hiszen amikor így el vannak torzulva a sajtóarányok, hogy lehetne már felelősen politikamentességet képviselni? Az meg nem is igaz, amit mondanak, hogy aki származásra nézve, hogy hívják, az ne lehetne tag. Hisz akinek például háborús kitüntetése van, kivételbe esik. Szóval az Andrássy út 101 alatti palota lesz a székház, ez már fix,
a kis flam részt is vett a bejáráson, amikor kinézték maguknak az újságíró főosztály irodáit, ő neki úgy néz ki, az első emeleti titkárságon lesz asztala. Na de hogy, Johan? Csodálkozik el ezen Raposkáné. Magát ilyen hogy hívják alapon? Magyarságvédelmi szempontból fölvették oda tagnak egy flammot, aki sváb, minden további nélkül. Sárikám, nem azt mondja, hogy tagnak, szól rá Raposka bosszusan a feleségére, hanem hogy állásba. Érted? Erre csönd lesz, Sári gondolkodóba esik, Johanka meg elhúzza a száját. A pablevest követően Raposka piszkálni kezdi valamikori mennyasszonyát, mert képtelen elhinni, hogy Janka nem emlékszik már, hogyan vitatkozott össze ő a zöldfülű külföldi, ráadásul német belpolitikai kérdésben a nevezetes Becker miniszterrel. Azaz épp, hogy nem is miniszter már ekkor, csak egyszerű professzor, mert lemondott, és hűséges magyarjainak intézetében találkozik rendszeresen barátaival és tanítványaival. Már összeomlóban van a Weimári köztársaság, és épp erről folyik a szó azon az összejövetelen, ahová mint könyvtárost őt, Raposkát is meghívják. Janka még mindig nem emlékszik-e? Miért engem tám meghívtak? Akkor mire kéne már emlékeznem? Mert én este otthon elmeséltem, és te akkor bezzeg még... A kis flam belesápad, ahogy a hajdani Jankát maga elé képzeli, amint este otthon, és állítólag akkor bezzeg még. Az egész délután a körül forgott, folytatja Raposka, hogy a kefe bajszos pojácának, úgymond, aki ekkor már ugrásra kész, küszöbön áll-e a kancellársága vagy sem. A társaság kisebbik része szorongva bizakodik, hogy nem. A zöm pedig viszonyogva és lekezelően legyinget csak. Ám ekkor Becker kifakad, és ostorozni kezdi távollétében a miniszterelnököt, Papent, hogy fölfoghatatlan, miért nem nyúl a legkézenfekvőbb biztos megoldáshoz. Hogy hát mi volna az? Átadni a hatalmat a pojácának. Megtévolyodottán ez a mi derék ex-miniszterünk, latolgatja Raposka, ám a többiek bizony buzgón helyeselni kezdenek, ahogy Becker megindokolja ötletét. Pár hét alatt azt mondja, Levircsaftól, és akkor megszabadulunk tőle. Levircsaftól. És Kárné meghökkentem, pillant körbe, hogy hát itt ebben mindenki egyetért. Ki is bukik belőle a csodálkozás, miszerint professzor úr. Na de hát azt tényleg komolyan tetszik gondolni a professzor úrnak, hogyha ez az illető hatalomra kerül, akkor akár belnémet, akár nemzetközi viszonylatban betartaná a demokratikus játékszabályokat. Na de herr Raposka, néznek rá mind elhűlten, hogy miket beszél. Hát mit tehetne más, mint hogy betartja? Hát például azt, hogy nem tartja be. Ezen csodálkozni tetszenek, tehát? Megkérdezhetem, néz körbe Kárli, és Emmának és Johankának mutatja is, hogy hogyan nézett körbe, hogy a tisztelt kollégák közül kiolvasta a szóban forgó kancellár jelölt könyvét, amely miként a címe is ezt ígéri, az eljövendő harcáról szól. Senki? Hát igen, megérti ő, hogy a kultúrlények elhúzzák az orrukat egy ilyesfajta szellemi termék láttán, pedig nem haszontalan forgatni. Tudnélik, leplezetlenül megírja benne, hogy mire készül. És erről talán nem ártana tudomást szerezni. Nos, ez 7 éve történt, és mivel azóta ez az illető már vagy 8 országot lenyelt, vagy anektált, talán elmondható, hogy volt némi igazam. Mindig mondtam, Kárli, törli meg a csendet, Janka, hogy te rád sokkal jobban oda kéne figyelni az emberiségnek, vagy legalább a magyarságnak. Most már, hogy lám az ostoba németek ezzel a nem törődömségükkel elfecsérelték utolsó esélyüket, hogy ennek a jó tanácsnak használt, a küszöbön állónak pedig elejét vegyék. Édesem, te most gúnyolodsz, ha nem tévedek, ugye? Húzza Raposkáné a száját pengefeszes mosolyra. Roppant mulatságos. Fordít nekünk ekkor hátat Johanka, olyátsza dolgja. És a zsebéből egy csattintó mozdulattal már is égő öngyújtót ránt elő, hogy rágyújtani a terasz sarkába, a nagyvásárcsarnok felé forduljon ki. Köszönöm.
van egy mottoja, a címe az, hogy Magyarország 2008-ban, 2008 végén írtam. A motto pedig Varó Szilviától származik, egy magyar narancsbeli riportból. A megvádolt polgárőrök köztiszteletben állnak, egyikükkel ő maga egy iskolába járt, el nem tudná képzelni róluk. A legtöbb pátkaihoz hasonlóan úgy véli, maguk a romák támadták meg saját magukat, esetleg egy másik faluból való társaság műve volt az egész. Igazságtalannak tartja, hogy a falut rasszizmussal vádolja. Egyes. A falu szélén az anya természet és a civilizáció határán egy vagy több hős ember önvédelemből vagy eszméi védelmében robbanó szerkezetet dob egy kis ház lakóira, vagyis demokratikusan véleményt nyilvánít. Kettes. Odabent gyerek alszik, öreg, cigány, beteg, kisebbnél is kisebbség, álmában is veszélyes a fajtiszta társadalomra. Három. Szemtanúk hiány a közmegbecsült gyanúsítottak mellett együttérzésük jeléül aláírásokat gyűjtenek, pártatlanul követelik az áldozatokat leleplező igazságot. 4. Ám a magára adó gondolkodó eszmét és igazságot kétséggel kételyel ír felül. Alá nem ír akárkivel, minek is jelezné, hogy legalább figyel. A másiknak az a címe, hogy Error. Ez Szilágyi Lenke fotójára íródott, a beszélő felkérésére egyébként. Error. Rosszul láttad, na, évedés volt, réfa. Hol volna a két ágor, hamis abuk? Ez nem az őrültek anyája itt, nincs hasad udatú értelmiség, sőt, ítje van az értelmes beszédnek. Az örvényeket józanul betartják, amiként az ízparancsolatot, az űzzel nem játszanak, semmi vész, semmi labdázás nincs emberfejekkel. Hiszen ez itt a szellemek világa, az ürelem és tolerancia hona, magadra ismersz, a hazád, hol az etvágyad ehetség segíti, nem hangyaész és emberszorgalom, ez, ahol mindig is élni akartál, nem beszélve arról, hogy halni is. Hát nyugodj meg, évettél, előfordul. Felírva áll a rettentő tanulság, olvasd roppant hiba üzenetét.